A gála műsor elején Fekete Szabolcs osztotta meg karácsonyi gondolatait. A plébános megáldotta azt a műszert is, amire az est bevételét fordították. Kívánom, hogy az a gép, az az orvosi műszer betölthesse ezt a biológiai, testi értelemben vett lélegeztető gép funkciót, és azért, hogy a testileg létező, működő emberben az Isten szent lelke is működhessen. A szervezéskor az idén is a hagyományokhoz ragaszkodtak, mondta Mencer György. A Vásárhelyi Kultúrpalotában van a 27. karácsony várva gálakoncert, amit a Koronáért Összhasznó Alapítvány rendez, és minden évben az idén is egy nagyon komoly értékű orvosi műszer ér, ami a Bajai Szent Ulpus Kórház koronár őrzőjébe kerül. A műsorban felléptek a Bajai Fiatalok Színházának tagjai, Nagy Imi és csapata, valamint Bonino Anna Szófia hegedűművész. Sztár vendégek is érkeztek a rendezvényre, Rékasi Károly például versekkel készült. Természetesen ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódnak, és benne van például egy olyan vers is, ami édesanyám kedvenc verse. Ez Nagy Lászlótól a Karácsonyfás ember. Az est védnökei Zsigó Róbert államtitkár, Fercsák Róbert polgármester és dr. Tóth Gábor a Bajai Kórház főigazgatója voltak. Fővédnöke pedig dr. Bogács Gábor egyetemi tanár, a Szegedi Szívsebészeti Klinika vezetője volt, akit a műszer átadásakor szólítottak színpadra. A kórház pedig megérdemli azt a támogatást, amit önök az alapítványon keresztül számukra eljuttatnak, hiszen minden eszköz, minden fillér számít. Ezek pedig már a több mint 3 millió forint értékű eszköz leleplezésének pillanatai. A műszer használatával még hatékonyabban tudják ellátni a kardiológiai osztályra érkező betegeket. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta az alapítványt és ezáltal a kórházunkat. A műsor viszont a kikapcsolódásról, az ünnepre való felkészülésről szólt, így az est második részében Szulák Andrea, Emerton Díjas énekesnő, színésznő állt a színpadra. Mindazokért egy-egy gyertya ég.